Minden évben a diákok egyik legnagyobb dilemmája, hova jelentkezzenek tovább tanulni. Erről február 15-ig dönthetnek. Jelentkezéseiket online a felvi.hu-n tudják majd megtenni. A Moson-Magyaróvári Nyugat-Magyarországi Egyetemre várhatóan idén is sokan jelentkeznek. Itt három szinten képzik a diákokat. Várhatóan minden szakra lesz elegendő létszám, árult el Szakál Pál oktatási dékán helyettes. Minden évben emelkednek a pontszámok, tehát akik az idejében még nem adták be jelentkezésüket, de végeznek, praktikus még beadni nekük a jelentkezésüket, hisz jövő évben lehet, hogy nehezebben kerülnek be, vagy ha olyan kevés pontszámot értek el, akkor még a felsőoktatási szakképzésre bekerülhetnek, aminek nagy előnye, hogy közben nyelvvizsgát letehetik. A Piarista Gimnázium végzős diákjai közül a többségnek már határozott elképzelései vannak jövőjüket illetően. Mindenképpen a rekreációszervezés és egészségfejlesztés irányába szeretnék menni a továbbiakban. Budapestet, Pécset jelöltem meg, de remélem, hogy Pestre mindenképpen felvesznek, mert az az álomiskola. A diákokat a legkülönfélébb okok inspirálják arra, hogy milyen területen szeretnének tovább tanulni. Van, aki egy korábbi megfázás miatt szeretne gyógyszerész lenni. Én gyógyszerész szeretnék lenni, vagy pedig vegyészgyógyszerész, és valószínűleg Pestre fogok tovább menni tanulni, mivel hogy ott sokkal könnyebb gyakorlatot szerezni az ilyen pályán, mivel ott vannak a gyógyszergyárak főként. Fontos, hogy a gyerekek reális célt tűzzenek ki maguknak a továbbtanulással kapcsolatban. A tanárok erre is próbálják felhívni a továbbtanulási szándékkal rendelkező diákokat. Ezzel elkerülhető egy esetleges csalódás. Hát ez nagyon nehéz. Nyilván az önállóság és az, hogy utána kell nézni, hogy mi vonatkozik rá, és talán a legnagyobb változásnak azt érzem, hogy még itt napról napra kell tanulni, ott majd vizsgai időszakok lesznek, és azt gondolom, hogy az első vizsgai időszak az egy nagy rosta, mert aki hát rendszeresen annyira nem jó a tanulásban, akkor lehet, hogy össze fognak csapni a hullámok a fejek fölött, és erre próbáljuk figyelmeztetni a diákokat. Akik több intézményt is megjelöltek, azok változtatási lehetőségükkel egészen az érettségi kezdetéig élhetnek. Akik pedig nem döntötték el, hol szeretnének tovább tanulni, azok majd júliusban pótfelvételizhetnek felsőoktatási intézménybe.